Sziasztok, Anita vagyok! Ha vendégségbe készülünk, vagy egy nagyobb gyereksereget várunk, szeretünk mindenkire gondolni, és mindenkinek finom és laktató falatokkal készülni. Egy izgalmas és gluténmentes vendégváró parti falatot fogok ma mutatni, ami garantáltan pillanatok alatt elfogy. A tésztához 35 dekagram free from gluténmentes lisztkeveréket, 2 evőkanál olajat, 225 ml vizet, 1 teáskanál sót és 1 evőkanál oregánót használtam. A lisztet összekevertem a fűszerekkel, a közepére engedtem az olajat, ráöntöttem a vizet és egy kis keverés után alaposan összedagasztottam. Pici darabokat kézzel kilapítottam, és beletettem egy muffin formába. Tölteléknek paradicsomszószt, lilahagymát, kukoricát és kolbászkákat választottam. A tetejére reszelt sajtot készítettem elő. A lilahagymát felkockáztam, a kolbászokat pedig felszeleteltem. Mindegyik kosárkába 1 teáskanál paradicsomszószt és 1 teáskanál lilahagymát tettem, megsóztam és oregánóval megszórtam. Jöhetett rá egy kis kukorica, utána a reszelt sajt, végezetül pedig a kolbászkarikák is rákerültek. Előmelegített sütőben 15 percig sültek, amíg szép világos barna színt nem kaptak. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, ha igen, feltétlen jelezzétek nekem egy lájkkal, és írjátok meg, hogy mit szóltak hozzá a vendégeitek. Iratkozzatok fel a gasztrócsatornámra ide kattintva, és akkor legközelebb is találkozunk. Sziasztok, szép kreatív napot!